Lendületes növekedés, 4,8%-kal bővült a magyar GDP 2018-ban. Meghosszabbított határidő, vasárnap éjfélig lehet jelentkezni a felsőoktatási képzésekre. Ma van Valentin nap, a szerelmesek napja még mindig népszerű, rekordbevételre számítanak a kereskedők. Áldás és Átok először döntött gólról a videóbíró BL meccsen, a rendszerről ismét fellángolt a vita. Ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán, Széke Varga Edina vagyok, köszöntöm Önöket! 4,8%-kal nőtt a GDP 2018-ban, a friss adatokat a Központi Statisztikai Hivatal közölte. Az adatokból az is látszik, hogy tavaly a negyedik negyedévben 5%-kal bővült a bruttó hazai termék a 2017-es év azonos időszakához képest. A pénzügyminiszter az M1-en az adatokat értékelve azt mondta, hogy a különböző gazdaságpolitikai intézkedések, a béremelkedések, a munkahelyteremtések jelentősen tudták bővíteni a magyar gazdaság lendületét. Varga Mihály hangsúlyozta azt is, hogy az uniós átlag háromszorosával növekedett a magyar gazdaság, ami azt mutatja, hogy az ország felzárkózási periódusban van, és lehetőség van további munkahelyek teremtésére, béremelésekre és a fogyasztás bővülésére. A magyar gazdaság újra rácáfolt az előzetes várakozásokra. A július-szeptember közötti 5,2% után október és december hónapokban, az utolsó negyed évben 5%-os mértékben növekedett a gazdaság, így az év egészében valóban 4,8%-os gazdasági növekedés jött létre. Örömteli tény, hiszen 2017-ben 4,1%-os növekedés volt, és a következő évben, 2018-ban a magyar gazdaság tovább tudott növekedni, erősödni. Ez azt mutatja, hogy azok a gazdaságpolitikai intézkedések, amelyek a korábban elhangzott építőiparban, a termelőszektorokban, a szolgáltató szektorokban megvalósultak, összekötve a béremelkedésekkel, a munkahelyteremtéssel, tehát így a lakossági fogyasztás bővülésével jelentősen tudták bővíteni a magyar gazdaság lendületét. A gazdasági növekedés egyik motorja volt tavaly az építőipar. Az ágazatban több mint 22%-os a bővülés a tavaly előtti szinthez képest. Az egyik fontos ok, hogy a családtámogatások miatt jóval több új lakás épül. A téli hideg időjárás ellenére országszerte folyamatosan dolgoznak az építkezéseken. Az építőipari termelés tavaly decemberben 17,5%-kal, az év egészében pedig több mint 22%-kal emelkedett éves összehasonlításban. Ahogy az elmúlt évben, így most is a lakásépítések húzták az ágazatot. A lakásépítések felpörgése az elmúlt 3-4 évben folyamatos volt, évről évre 30%-kal több lakás épült meg, így 2018-ban is várhatóan 18-20 ezer lakást adhattak át. Ebben nagy szerepe van az állami támogatásoknak, vagyis a CSOK megemelt összegének, illetve a kedvezményes lakásáfa bevezetésének is. A kimagasló teljesítményből jelentősen kivették a részüket az út, a vasút és a közműépítések is. A gazdaság stratégiáját felelős államtitkár az M1-en arról beszélt, hogy az építőipar lendülete a következő években is kitart. Soha nem látott infrastruktúra fejlesztések lesznek Magyarországon 2023-ig egészen biztosan. 2018 és 2023 között 25 ezer milliárd forintnyi megrendelési állománya van az építőiparnak, amiből 15 ezer milliárdot az állam támaszt, az állam teremt, több mint 1000 kilométernyi út épül, vagy út újul meg Magyarországon. A megyeszékhelyeket 2023 végéig Budapesttel gyorsforgalmi úton kötjük össze. A magyar gazdaság zászlós hajójának is tekintett, Audinak is köszönhetően az ipar elmúlt 4 évi teljesítménye több mint 26%-kal nőtt, ami háromszor annyi, mint az Európai Uniós átlag. Ez azt jelenti, hogy 2018-ban is több mint 3,5%-kal bővült az ágazat. Decemberben például csak nem 5,5%-os növekedés mért a KSH éves összehasonlításban. Külön érdekesség, hogy tavaly az utolsó hónapokban már nem a járműgyártás játszotta a főszerepet a növekedésben, hanem az elektronikai, a számítástechnikai és az optikai termékek gyártása.
Történelmi csúcson vannak a magyar-amerikai kapcsolatok, így értekelte Orbán Viktor Mike Pompeo budapesti látogatását. A miniszterelnök a Figyelőnek adott interjúban kiemelte, hogy a védelmi kérdésekben és a migráció megítélésében is megegyezik a két ország álláspontja. A héten csak nem 8 év szünet után látogatott Magyarországra az Egyesült Államok külügyminisztere. Mike Pompeo főként katonai és gazdasági témákról tárgyalt. Magyarország célja, hogy a világ nagyhatalmai érdekeltek legyenek hazánk sikerében. Ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök, miután hétfőn találkozott az Egyesült Államok külügyminiszterével. A kormányfő a Figyelőnek beszélt arról, hogy az amerikai-magyar gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok történelmi csúcson vannak. Magyarország és az USA álláspontja egyebek mellett védelmi kérdésekben és a szigorú migrációs politikában is megegyezik. Képesnek kell lennünk a támadások saját erőből való elhárítására, fogalmazott Orbán Viktor. Magyarország ezért egyezett meg az Egyesült Államokkal a régi elavult légvédelmi rendszer lecseréléséről is. Mike Pompeót a kormányfő a miniszterelnökségnek helyet adó Karmelita Kolostorban fogadta. Legutóbb 7,5 éve járt amerikai külügyminiszter Magyarországon. Az Egyesült Államok diplomáciájának vezetője Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel is tárgyalt. A két ország megállapodott az 1997-ben kötött védelmi együttműködés megújításáról és egy új középhatótávolságú légvédelmi rendszer beszerzéséről is. Mindkét kormányzat az állam egyik alapvető kötelességének tekinti saját polgárai biztonságának a garantálását. Így tudtunk együttműködni például a globális migrációs csomag elleni küzdelemben. Mindig is megértéssel és szimpátiával figyeltük az amerikai adminisztráció azon törekvését, amellyel a határát, az Egyesült Államok határát kívánja megvédeni. A tárgyalások Magyarország energiabiztonságát is érintették, ha ugyanis az amerikai ExxonMobil megkezdi a romániai gázmezők kitermeléséhez szükséges beruházást. A magyar cégek évente 3 milliárd köbméter földgáz szállítását tudnák biztosítani. Ezzel Magyarország óriásit léphetne előre az energiafüggetlenség terén. Érdekünk, hogy Románia minél sikeresebben és minél nagyobb mennyiségű gázt tudjon kitermelni, és így lehetőség nyíljon, hogy az egyetlen nem orosz forrásból származó gázhoz hozzá tudjunk férni, hangsúlyozta Orbán Viktor a Figyelőnek. A miniszterelnök ugyanakkor emlékeztetett, semmilyen nyomásra nem fogunk a piaci ár fölött energiát vásárolni. Ráadásul miközben a világgazdaság visszaesésétől tartunk, szankciók helyett Oroszország energiaforrásait és technológiai igényét is a közös gazdasági együttműködés javára kell fordítanunk. Hozzátette, a magyar energiabiztonság legfontosabb eleme emellett továbbra is az állami kézben lévő energiaszektor, ezzel pedig a rezsicsökkentést a kormány a következő években fenn fogja tartani. Nem várnak tovább a bosnyák kormányra Bihácson és Velikakladusán. Mindkét városban megkezdődtek az előkészületek a migránstáborok kiürítésére. Hétvégéig adtak ultimátumot a kormánynak, de a helyiek azt mondják, hogy elfogyott a türelem. Közben folyamatos az utánpótlás, és a jó idő közeletével egyre többen vágnak neki az útnak Nyugat-Európa felé. A magyar kormány is készül az erősödő nyomásra a déli határon. Csoportokba verődve várakoznak a migránsok a Bihácsi utcákon és a befogadó központ környékén. Jelenleg több mint 2000-en vannak itt. A helyzet hónapok óta tartatatlan, a kanton rendőrparancsnoka szerint csak az elmúlt hétvégén 14 bűncselekményt követtek el migránsok. Többnyire lopások, betörések és autófeltörések miatt érkeznek feljelentések, de okmányok hiányában a hatóságok senkit sem tudnak felelősségre vonni. A világon sehol sem lehet dokumentumok nélkül élni. Nálunk mégis ezt történik. Több ezren vannak a városunkban, akikről semmit sem tudunk, mondja egy helyi férfi. A térség vezetői a hétvégéig adtak ultimátumot a kormánynak, hogy segítsen kézben tartani a helyzetet és vegyék át a központok irányítását. Mivel azonban mostanáig nem érkezett válasz, bejelentették, bezárják a befogadó központokat. Már meg is kezdték az előkészületeket, az operatív törzs szerdán ismét egyeztetett a helyi buszos cégekkel, amelyekkel abban is megállapodtak, hogy először a velikakladusai Mirál gyárcsarnokot és a Bihácsi Bira központot ürítik ki. A másik kettőt egyelőre nem, ott ugyanis családok is élnek. A kanton belügyminisztere elmondta, 8 hónapja várnak arra, hogy a kormány végre lépéseket tegyen az ügyben, mostanra elfogyott a türelmük.
A mi követeléseinket nagyon egyszerű lenne teljesíteni, mindössze annyit kérünk, hogy vegyék át a befogadó központok irányítását, tartsák kézben a helyzetet, ellenkező esetben olyan központokba kerülnek át ezek a migránsok, amelyeket az állam felügyel, fogalmazott Nermink Jáig. Dragan Mektić védelmi miniszter mindenre azt mondta, komolytalannak és felelőtlennek tartja a fenyegetéseket. Úgy fogalmazott, a migránsokat nyugodtan vigyék csak el Szarajevóba, ha azt gondolják, hogy ez majd megoldást jelent, de a főváros sem tudja megoldani a problémát. Ráadásul a bevándorlók se fognak ebbe beleegyezni, ők ugyanis minél előbb tovább akarnak menni Bosznia-Hercegovinából. Míg az országban több ezer bevándorlóról egyelőre senki sem tud gondoskodni, folyamatosan érkeznek a migránsok. Idén eddig több mint ezren jutottak be illegálisan Bosznia-Hercegovinába. A bevándorlók továbbra is próbálkoznak a magyar határon is. Tompánál az este 6 afgán férfi próbált meg bejutni az országba. A migránsok egy görög kamion rakománya közé bújtak el. Idén és még hosszú ideig a bevándorlás lesz a legnagyobb kihívás, így fogalmazott Németh Szilárd a Magyar Nemzetnek adott interjújában. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, a kerítéssel, a katonákkal és rendőrökkel 2015-ben sikerült megállítani a rohamot, de a veszély nem múlt el, és ha a helyzet azt kívánja, több ezer katonát tudnak azonnal a határra vezényelni. Németh Szilárd hangsúlyozta, hogy az éberség azért is indokolt, mert a brüsszeli és az itthoni bevándorláspárti erők nem tettek le arról a tervről, hogy afrikai és közel-keleti migránsok millióit hozzák be a kontinensre, megnyissák a külső határokat és bevezessék a kötelező kvótákat. Folyamatosan erősödik az antiszemitizmus Nyugat-Európában. Franciaországban a hétvégén horogkeresztet festettek több helyre, és meggyalázták egy fiatalon meggyilkolt zsidó férfi emlékhelyét. Ezek után hétfőn a belügyminiszter elismerte, hogy tavaly több mint 70%-kal nőtt a zsidók elleni támadások száma. Már egy éve is arra figyelmeztetett több száz ismert francia személyiség, hogy az országban erősödik az iszlamista antiszemitizmus. Horogkereszttel firkálták össze a postaládákat díszítő arcképeket Párizs 13. kerületének polgármesteri hivatalánál. A portrék a két éve elhunyt holokauszt túlélőt, Simone Veil-t ábrázolják. Aki a 70-es években egészségügyi miniszter, majd az Európai Parlament első női elnöke volt. Az alkotó graffiti művész kedden a családtagok jelenlétében állította helyre a megrongált festményt. Christophe Castaner belügyminiszter által éppen előző nap ismertetett adatok szerint az országban tavaly 74%-kal nőtt az antiszemita incidensek száma 2017-hez képest. A legnagyobb francia kutatóintézet munkatársa szerint a problémát évek óta ismerik. Ez egy ismétlődő jelenség 2000 óta. Az erőszakos és az antiszemita cselekmények számának robbanását tapasztaljuk, amelyek korábban szorványosan fordultak elő, mondta a kutató. A rongálást az összes politikai párt elítélte. Emmanuel Macron elnök úgy nyilatkozott, az antiszemitizmus a köztársaság tagadása, ugyanúgy, ahogy a képviselők és az intézmények elleni támadás is. Az egységes fellépést az is indokolta, hogy a hétvégén több incidens is történt. Párizsban egy zsidó pékség kirakatát festették össze, és ismeretlenek megrongálták azokat a fákat, amelyeket a brutálisan meggyilkolt Ilan Halimi emlékére ültettek. A 23 éves férfit 2006. januárjában rabolta el egy afrikai bevándorlókból álló banda. Fogvatartói heteken keresztül kínozták, majd február 13-án összeégve kidobták egy autóból. A fiatal ember kórházba szállítás közben belehalt sérüléseibe. Legutóbb, tavaly márciusban egy 85 éves holokauszt túlélőt gyilkolt meg muszlim szomszédja. A támadó késsel összeszurkálta az idős asszonyt, majd rágyújtotta a lakását. A gyilkosság miatt tüntetést is tartottak Párizsban, ismert közéleti személyiségek pedig kiáltványban tiltakoztak az iszlamista indítatású támadások ellen. Megfogalmazásuk szerint egyes városrészekben már olyan gyakoriak az antiszemita támadások, hogy azt csendes etnikai tisztogatásnak lehet tekinteni. A zsidó közösséget többször vették célba dzsihadisták is. 2012-ben három diákot és egy tanárt ölt meg egy fegyveres Toulouse-ban, egy zsidó iskolánál. 2015. januárjában pedig egy mali származású férfi, aki az iszlám állam katonájának mondta magát, négy embert ölt meg egy kóser áruházban, a francia fővárosban. Az antiszemita bűncselekmények száma azonban nem csak Franciaországban nő. A múlt héten közzétett adatok szerint soha nem tapasztalt számú antiszemita incidens történt tavaly Nagy-Britanniában, ahol az egymás utáni harmadik évben dőlt meg a rekord.
Hasonló jelenségről számolt be a német belügyminisztérium is. Az országban tavaly 10%-os emelkedést mértek az antiszemita indítatású bűncselekményekkel kapcsolatban. Ez egyben azt is jelenti, hogy 2016 óta folyamatosan növekszik a zsidó ellenes incidensek száma. Összecsaptak a migránsok a rendőrökkel az amerikai-mexikai határon egy befogadó táborban. Az illegális bevándorlók székekkel dobálták az egyenruhásokat, mert állításuk szerint nem engedték ki őket szálláshelyükről, hogy bevásárolhassanak. Az ideiglenes menedékhelyet még a hónap elején alakították ki a településen, hogy el tudják szállásolni azt a több mint 2000 embert, akik az Egyesült Államokba szeretnének bejutni. Legalább 13 halottja van egy buszbalesetnek Észak-Macedóniában. Munkások utaztak a buszon, amikor a jármű megcsúszott az úton és egy árokba zuhant. Még vizsgálják, hogy pontosan mi történt. Az országban két napos gyászt hirdettek a tragédia áldozatainak emlékére. De felismerhetetlenségig összeroncsolódott az autóbusz a nagy erejű becsapódástól. A benreket utasokat az ablakokon átkezdték kimenteni. Aztán egy markológéppel a kerekeire állították a járművet. A tűzoltók csak ezután fértek hozzá az áldozatokhoz és a sérültekhez. A munkásokat szállító busz a Skopje és Tetovo közötti autópályán csúszott le az útról, és egy 10 méter mély vízmosásba zuhant. 50-en utaztak rajta. Legalább 13-an meghaltak, több mint 30-an megsérültek. Több tucat mentőautót és tűzoltót küldtünk a helyszínre, a sérültek pedig mind szakszerű ellátást kapnak a kórházakban, nyilatkozta az Észak-Macedón egészségügyi miniszter. Egy sérült még mindig életveszélyes állapotban van, azt még vizsgálják, hogy mi okozta a balesetet. Technikai okok miatt két nappal kitolták a felsőoktatási jelentkezések határidejét, nem péntekig, hanem február 17-ig, vagyis vasárnap éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló képzésekre az e-felvételi rendszeren keresztül. Három helyet díjmentesen lehet bejelölni, e fölött 2000 forintos kiegészítő díjat kell fizetni, és már most lehet készülni a következő fontos dátumra, várhatóan július 24-én hirdetik ki a ponthatárokat. Én még csak tegnap előtt mentem el az ügyfélkaput megcsináltatni, de... Jól jön a meghosszabbított határidő, a diákok zöme ugyanis az utolsó pillanatra hagyja az e-felvételi kitöltését. Hogyha ez nem fog összeinni, akkor szociológiára szeretnék menni. Sokan még ezekben a napokban is a lehetőségeiket mérlegelik. Mindenki olyan döntést szeretne hozni, amit később sem kell megbánnia. Vaciláltam, meg hagytam magamnak időt, hogy tényleg kiforjon, hogy melyik egyetemre szeretnék menni. Személy igazolvány szám, születési hely, anyja neve. Be kell írni a személyes adatokat, és a bizonyítványok másolatát is csatolni kell a dokumentumokhoz. Elég komplikált procedúra volt, úgyhogy a szüleimmel otthon töltöttem ki. A tanulók legfeljebb 6 helyet jelölhetnek meg, ebből 3-at díjmentesen. Hogyan fogjuk beszámítani ELTE felvételinél a határon túl szerzett érettségit? Folyamatosan érkeznek a kérdések az ELTE közösségi oldalaira. A felsőoktatási intézmények még az utolsó napokban is minden segítséget megadnak a felvételiző diákoknak. Nincs olyan típusú kérdés és olyan időpont, amikor ezeket a kérdéseket föl lehet tenni, amikor mi ne próbálnánk meg a lehető leggyorsabban válaszolni. Úgyhogy ezeket használják is a hallgatójelöltek, ahogy tapasztaljuk, sok kérdést kapunk. Felsőoktatási intézménybe jelentkezni idén is csak elektronikusan a felvi.hu e-felvételi rendszerében lehet. A kitöltés után mindenkinek hitelesítenie kell az adatait. Ezt ügyfélkapunk keresztül vagy egy nyomtatvány kitöltésével postai úton tehetik meg a diákok. Az e-felvételi elküldésének eredeti határideje február 15-e volt, az oktatási hivatal azonban ezt két nappal meghosszabbította, így most már vasárnap éjfélig van lehetőség kitölteni az űrlapot, a hitelesítés határideje pedig február 22-ére módosult. Kábítószerkereskedő bűnszervezetet számolt fel a rendőrség Budapesten és Pest megyében. 5 embert vettek őrizetben, letartóztatásukról ma dönt a bíróság. A lakásaikban tartott házkutatásoknál kábítószerkereskedelemhez használt eszközöket, adathordozókat, luxusautókat és csaknem 20 millió forint készpénzt foglaltak le. A rendőrség szerint a bűnszervezet a budapesti kábítószerpiac meghatározó szereplője volt. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak hónapok óta nagy mennyiségben árultak kábítószert Budapest szerte, kokaint, amfetamint és marihuánát. A Nemzeti Nyomozóiroda egy összehangolt akció keretében számolta fel a bűnszervezetet.
60 millió forintnyi kokaint próbált Magyarországra csempészni egy brazil nő. A Liszt-Ferenc repülőtéren gyanús lett a vámosoknak, ezért átvizsgálták a csomagját, és megtalálták 300 darab offszerben elrejtve a több mint 3 kg kábítószert. A nő beismert mindent, azt mondta, hogy kellett a pénz. Bőröngyében akarta Magyarországra csempészni a kokainnal kitömött ószereket egy brazil nő. Meg se próbálta elrejteni a 300 csomagot, egyszerűen csak letakarta egy pokróccal. A repülőtéri vámosoknak gyanús lett a São Paulo-ból érkezett asszony, ezért felnyittatták vele a csomagját, és megtalálták benne a takarók alá rejtett több mint 3 kilónyi kábítószert. A 60 millió forint értékű kokaint a pénzügyőrök lefoglalták, a drogfutárt pedig átadták a rendőröknek. A repülőtéri rendőrigazgatóság nyomozói a brazil nőt gyanúsítottként hallgatták ki. Vallomásában elmondta, hogy pénzhiányával küzdött hazájában, ezért vállalta el ennek a bőrönnek Magyarországra történő szállítását. A rendőrök a nőt kihallgatását követően őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását. Bírósági meghallgatásán a nő elismerte a bűncselekmény elkövetését, érdemi vallomást azonban nem tett. A több mint két órás meghallgatás után a bíróság elrendelte a letartóztatását. A nyomozási bíró egyetértett a fővárosi főügyészség álláspontjával, hogy a gyanúsított személyi körülményei és az ügy nemzetközi vonatkozása miatt csak a legsúlyosabb kényszerintézkedéssel zárható ki, a szökés elrejtőzés veszélye és az, hogy a gyanúsított megnehezítse a bizonyítást. A gyanúsított és védője nem is fellebbezett a döntés ellen. A brazil nő mostantól letartóztatásban várja az eljárás végét. Ha a bíróság bűnösnek találja és elítéli, akár 8 évet is kaphat. Vihar pusztított Kalifornia nyugati részén. A helyenként több mint 200 km/órás szél fákat csavart ki, és több helyen a villanyvezetékeket is leszakította. Ezrek maradtak áram nélkül. A viharban egy repülőgépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania. A légörvények miatt több utas is megsérült. Útlezárás. Erre figyelmeztet a jelzőtábla a kaliforniai San Joséban. Vihar söpört végig a térséged, amelyet heves eső és szél kísért. A nagy mennyiségű csapadék miatt fellazult a talaj, a hegyoldalról lezúduló földtömeg pedig betemette az utat. A munkások markológéppel takarították a sarat. A zivatar többfelé folyóvá változtatta az utcákat. San Franciscóban szerdán rekordmennyiségű, több mint 50 milliméternyi csapadék hullott. Több államban árvízriasztást adtak ki. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el az elárasztott útszakaszokat. A helyenként 213 km/órás szél fákat csavart ki és döntött az utakra. A leszakadt villanyvezetéket miatt ezrek maradtak áram nélkül. Néhány turistának azonban a rossz idő sem szegte kedvét. Ez a tajvani házaspár nászútra érkezett San Franciscóba. A kitartó eső ellenére is megnézték a ködbe burkolózott Golden Gate hidat. Nagyszerű itt lenni, bár ha sütne a nap, sokkal szebb lenne, mondta a férfi. A viharok miatt akadozik a légiforgalom is. Már több mint 2000 járatot töröltek. Egy Dél-Kaliforniából Seattle-be tartó repülőnek kényszerleszállást kellett végrehajtania. Az utasszállító nagyjából 10.000 méteres magasságban erős turbulenciába került, és a fedélzeten emiatt többen is megsérültek. A pilóta végül a Nevada állambeli Reno-ban tette le a gépet. Három utast azonnal kórházba vittek, azt egyelőre nem tudni, hogy milyen állapotban vannak. Ma van Valentin nap, a szerelmesek napja. Sokan ilyenkor virággal, apró ajándékkal lepik meg kedvesüket és szeretteiket. Világszerte nagy üzlet a mai nap, csak az Egyesült Államokban 20 milliárd dolláros forgalomra számítanak a kereskedők. Az ünnep eredete Szent Bálint püspök nevéhez fűződik, aki a középkorban lett a szerelmesek védőszentje. Papírból hajtogat virágcsokrokat ez a két Fülöp-szigeteki nő. Egyikük ügyvéd, a másik orvos. Vállalkozásuk néhány hónapja egy feszültséglevezető hobbinak indult. Mostanra azonban nem győzik a megrendeléseket. A papírból készült virágcsokrok nagyon egyediek. Az igazi virágok egy hét után elhervadnak. Kidobjuk őket, és már csak a fényképeken tudjuk őket visszanézni. De egy papírból készült csokor sohasem hervad el. Akár örökre megtarthatjuk, mondta az egyik készítő. Az igaz szerelem egyik szimbólumát azonban sokan úgy szeretik, ha az tényleg valódi. Százak keresik fel ezt a kínai piacot is Valentin napon, hogy a lehető legszebb rózsával kedveskedjenek szerelmüknek. A virágok ára minden évben felmegy Valentin napkor, mert ilyenkor óriási irántuk a kereslet, mondta az egyik eladó.
Az Egyesült Államokban is rekordbevételre számíthatnak a kereskedők. Egy pár idén átlagosan 70 dollárt, nagyjából 20 ezer forintot költ, hogy kedveskedjenek egymásnak. A Valentin napi kiadások így idén rekordot döntenek, 20 milliárd dollárra becsülhető. Ez pedig az erős gazdaságnak köszönhető, ezt mondták a szakértők. De mire is költenek ilyenkor az amerikaiak? A felnőttek 15%-a tervez ajándékutalványt vásárolni, 18% tervezi, hogy ruhát, ékszert vásárol, 44% üdvözlőlapot vesz és küld, és az ünneplők több mint fele tervezi, hogy cukorkákat vagy csokoládéval lepi meg kedvesét. 10-ből pedig 3-an biztosan, hogy vásárolnak virágot. A főként angol száz országokban tartott Valentin nap eredete egészen a 3. századra nyúlik vissza. Szent Bálint nevéhez fűződik, aki Terni püspöke volt, és aki a legenda szerint, miután a császár megtiltotta a katonáknak a nősülést, titokban adta össze a párokat. Emiatt börtönbe zárták, de még mielőtt kivégezték volna, szerelmének hagyott egy levelet, amelyet úgy írt alá: a te Bálintod. Egy másik történet szerint Szent Bálint püspök volt az első, aki összeesketett egy keresztény lányt és egy pogány fiút, és ezért vált később a középkorban a szerelmesek védőszentjévé. Több mint 40 év után is aktuális mai film az Örökbefogadás. Erről beszélt a 69. berlini nemzetközi filmfesztiválon a közmédiának Mészáros Márta. A 87 éves Kossuth díjas rendező ezúttal az 1975-ben a legnagyobb elismeréssel az Aranymedvével kitüntetett alkotásának felújított változatával tért vissza Berlinbe. A digitálisan restaurált film világpremiérjén tele volt a moziterem. Büszkén mondtam azt, hogy ez a film nem öregedett meg. Ez a film mai film. Úgyhogy én erre nagyon büszke vagyok, hogy sőt, még a nők léte, a ruhája, az egész attitűd a létezésnek az abszolút mai volt. De nem veszed észre, hogy az nem tudom, 30 évvel azelőtt készült. Több mint 40 nemzetközi tervező készítette az installációkat az idei koppenhágai fényfesztiválra. A 24 napos rendezvénnyel a szervezők főként azt szeretnék elérni, hogy az embereknek nagyobb kedvük legyen a szabadban tartózkodni. Február az egyik legsötétebb hónap Dániában. Reggel 8 és délután 5 óra között van világos. A különleges fényeket sétahajózás közben is megcsodálhatják az érdeklődők. A fényfesztivál idén február 24-éig tart Koppenhágában. Itthon ma van a sípályák éjszakája. Az Eplényi Síarénában már javában készülnek az esti mulatságra. Ott van a helyszínen Bambek Gabriella, ő mondja a részleteket. Szervusz! Szervusz, jó napot kívánok! Bizony így van, nagy már a készülődés. Hivatalosan ugye este 18 óra és 22 óra között zajlanak a sípályák éjszakájának programjai, de már most is nagyon sokan érkeznek ide a bakonyi síterepre. Eplény mellett egyébként még Visegrád sátor Aljaújhely és Mátra Szent István csatlakozott a sípályák éjszakájához, melyet tavaly hívott életre először a Csernel István sí és turisztikai klaszter, éppen azzal a céllal, hogy a hazai síterepeket népszerűsítse. És ugye szó esett már a híradóban többször Bálint napról, nem véletlenül időzítették a sípályák éjszakáját idén éppen Valentin napra, hiszen a fiatal pároknak szeretnének kedveskedni. Itt Eplényben például, akik párban érkeznek, azok kedvezményes jegyet válthatnak 18 és 20 óra között. Arra szeretnék felhívni ezzel a szervezők a figyelmet, hogy nem csak csokoládét vagy virágot adhatunk a kedvesünknek ezen a napon, hanem valódi élményeket is. Érdemes lesz tehát ide kilátogatni, ezen kívül pedig egy mobil színpadot is felállítanak, ahol DJ pörgeti majd a lemezeket, tehát jobbnál jobb zenéket lehet majd hallani, miközben sportolunk. Ami pedig a pályák minőségét illeti, még most is kiváló, körülbelül 50 cm-nyi technikai hó fedi itt a Bakonyi Síarénában a pályákat. Összesen 4,6 km-en lehet síelni, snowboardozni, azt hiszem ez az országban talán egyedülálló hóágyú. Az elmúlt napokban ugyan nem tudtak, mert nagyon megenyhült az idő, viszont az előtte gyártott több ezer köbméternyi hó kitartott, és kitart még a következő napokban is. Tehát még egyszer 18 és 22 óra között várják a vendégeket itt az Eplényi Síarénában a sípályák éjszakáján.
És érdemes hozzátok menni, Bambek Gabriellának köszönjük szépen, megyünk is tovább a Zempléni Kalandparkba, Embiro Lizához. Szervusz, nálatok mikor kezdődnek a programok, és mivel várják a szervezők az érdeklődőket? Jó napot kívánok, szervusz! Nos, hát először is már, ha végéhez közelednek ugye az előkészületek, ahogy kérdezted is, olyan 16 órától várják igazából majd a párokat, és egészen 22 óráig lehet majd síelni itt a Zempléni Kalandparkban. Ugye itt is nagyon sok energiát fektettek a szervezők abba, hogy remek síelési lehetőségek fogadják majd a vendégeket. Nem volt könnyű dolguk, hiszen érezzük, hogy gyakorlatilag 0 Celsius fok fölött van a hőmérséklet, úgyhogy valóban nehéz dolguk volt, de mindent megtettek. Úgyhogy azt gondolom, hogy a sípályák minősége remek. És hát, hogy mivel is várják ugye az érdeklődőket, a szerelmes párokat, nos, hát meleg teával, alkalomhoz illő zenével, feldíszített szívecskékkel, lufikkal, feldíszített és persze természetesen kivilágított sípályával. Ez az, amit a szervezők tehetnek. Viszont aki eljön ide az Zempléni Kalandparkba, az láthatja ezt a mögöttem látható páratlan kilátást. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a hangulat, ez az élmény, ez önmagáért beszél, és miként kolléganőm is említette, talán ez egy jó alkalom arra, hogy csokoládék és különféle ajándékok helyett valódi élménnyel ajándékozzuk meg kedvesünket Valentin napon. Érdemes tehát kilátogatni, még egyszer 16 és 22 óra között várják a vendégeket itt a Zempléni Kalandparkban, ahol az egyes sípályán lehet majd síelni remek feltételek és lehetőségek között. Van tehát a sípályák éjszakája itthon, Embiro Lizának is köszönjük szépen!